Teltházas nóta délután. Dankó Pistára, a legendás dalszerzőre és muzsikusra emlékeztek az Eltörött a hegedűm című nótagálán az Ifjúsági Házban. A már hagyományosnak számító jeles eseményen az előző évekhez hasonlóan ismét teltház volt. Nem meglepő, hiszen ez alkalommal is a magyar nóta legismertebb képviselői léptek fel az újpesti cigányzenekar kíséretével. A délután különlegessége volt még, hogy dr. Tahor Róbert jegyző születésnapja alkalmából virágcsokorral köszöntötte az újpesti magyar dal és zenebarát társas körvezetőjét, a nótagála szervezőjét és rendezőjét, László Máriát. A közönséget László Marika tudja ide vonzani azzal, hogy csodálatos szerzőket, csodálatos zenekart, az újpesti cigányzenekart, és mindig csodálatos nótázókat tud ide Újpestre elhívni. Azt kívánom, hogy 20. születésnapja után a következő 50 évben, minden évben többször tudja megszervezni a mi örömünkre ezt a dalt. Nótság, vezér a kelem, nótág, majd teli a szívem, nem is csak úgy sikáros, sikáli kívilágos virág, királya van. Rózsám, de szél a fejem, nótá, megyeli a szívem, addig nem is csak úgy sikáros.